Sziasztok! Ebben a mai videóban tokabokázni fogok. Szóval, ja. Bum! Kezdődjem. Azaz. És lő! Jaj. Bocsánat, várjátok. Történt. Anya, nektek is elment az áram? Nem lesz áram. Hát úgy látszik, nem. De fú, elegem van, és még írni se tudok. A telefonomon Eszternek se. Elegem van. Kincsem. Igen, anya. Azért ez még nem a világ vége. Ez igaz, de... Attól még mérges vagyok. Jó. Tudunk mást is csinálni. Például elmenni vásárolni. Gyertek, elmegyünk. Jó, vásárlás, ezt imádom. Bizony. Vásárolunk. Te VR-od, azt majd tett el. Hozd magadnak pénzt, hogyha szeretnél valamit. Jó, tesó is hozzon magának pénzt, szeretne valamit, mert neki ezek mindent megveszel. Hol van? Ja, benne felejtettem. Így. Viszem kézbe. Tessék, persze, tesónak. Meg mindent megveszel. De nekem nem. De ő kicsi, neki még nincs pénze. Akkor majd adj. Ha kiesik a foga, vagy bármi. Jó, fogok neki adni, nyugi. Majd abból ő megveszi a játékát. Igen, tudom. Na, induljunk. Csincsán! Hova megyünk először? A mallba. Kaphatok új tabletet. Ja, nekem kell megvennem. Ja, nekem kell megvennem. Akkor nem kérek. Kincsem, ez még nem a világ vége, tudod. Tesszük, ez minden. Itt nem veszek semmit, minden baromi drága. Kérsz valamit? Egy tabletet. Bezzen ki meg, meg fogod venni, mi? Ez az enyém lesz, mielőtt beleszólnál, mert nekem is kell tablet. Aztán még... Jó. Akkor milyen tabletet kértek? Ennek a szünetőt. Oké, akkor adjatok oda mindnek. Bip. Anya! Most akciósan meg tudják venni. Hogy mondták volna, hogy az akcióval, ezt mellé, mert az ugyanaz, hogy jelik látják. Itt van, kérjük akkor. Én is szeretnék laptopot. Anya, légy ki!
Ilyet is viszünk. Oké, rakjam szatyorba. Igen, az jó. Úgy, sajnos a laptopot nem tudom szatyorba rakni. Ezeket vagy kézbe, vagy a kosárba kell vinni. Nem baj. Pip-pip. Jó. Pip. Jaj, nem ilyen drágát szeretnénk. Pip-pip. Pip. Igen, ez nem lehet. Ez kell még itt az enyém. Pip-pip. Jó. Jaj, minden a tiéddel fizettem. Oké. Okay. Jó, most már szerintem mindenkinek megvan mindennyi, ami kell. Most már induljunk tovább. Itt tudom a kódot. Csak nincs itt semmi érdekes. De ez nekem kell a babáshoz. Jó. Nézd, anya! Nem. 218? Mi 218? Nem tudom. Jó napot, szeretnétek egy képet csináltatni? Köszönjük, most nem kihagyjuk. Jó, menjünk a kettősnek. Hát nézzük meg, hogy ott mi van, mert ugye inkább a gyereknek jöttünk vásárolni, odaindultunk, de hát... Lehet belőle egy gépvásárlás. Jó napot! Jó napot! Mit szeretnének? Anya, egy csumit! Akkor egy csumi ilyen sorban is. Ez a ruhám jó lesz. Ez. Okés. Ez is szerintem rendben van. Esetleg nyárra egy ilyen pizsi. A szivárványos. Akkor a szivárványos. És ez a kettő. Lenne. Rendben. Szeretnétek-e még valamit? Ezen kívül. A cumit. Pip. Még esetleg valamit? Még valami játékot szeretném? Jaj. Nem. Várjál. Hát ez most nem kell. Akkor ennyi lesz. Jó. Na most már szerintem, jaj, szerintem mehetünk. Jó napot. A kód 218. Rakhatja. Egy aranyos bögre. Hogy kapjam meg? Azért fizetni kell. Itt van, 218. Mit találtál? Hát sok pénzt. Wow, ebből meg tudunk gazdagodni, bár alapogatok vagyunk, de wow. Ezt vigyük haza. Egy kötek pénz ez a bögre. Egy kötek! Nekem tetszik. Meg szeretném nézni a tiéd szememet. Jó, mert ugye egy kicsit homályosan látok. Vile? Nézd.
nézzük. Ezt látod? Nagyjából. Jó. Azt? Nagyjából. Ezt? Nagyjából. Ó, nem, nem. Akkor neked szembe kell. Mindjárt nézem ilyen. Azt mondja, hogy... most nem tudom, milyen szemüvegek vannak, nem is van szemüvegek, csak én nem szoktam megjegyezni, mindegy. Most mondok valamit, B6-os, hát hülyeséget mondok. Nézz szemüveget magadnak addig. Találtam? Talán ez vagy, jaj. Hát... Vagy kontaktlencse. Kontaktlencse. Próbáld meg betenni. Jó. Most próbáld meg kivenni. Oké. Okay. Jó. És akkor látsz? Igen. Akkor tiéd. Ezzel két köteget kell fizetni. Tessék. Köszönöm. Na most már mehetünk? Igen. Itt még szétnézek. Wow! Tusztulejteni, csú-csú-csú. Anyuci, ezt elvihetjük csak a te pénzedből. Elindultunk úgy, hogy a te pénzedbe vásárolunk, eddig mindent én vettem. Oké, ezt a pénzt én találtam. Szóval... Kártyával lesz. Ez? Jó, egy másodperc. És lecsippantom. Így. Né. A zsöpketünk... jó, a zsöpket is kérem. Jó, érintheti. Jó, most már indulhatunk haza, nem érdekel, hogy honnan fúj a szél, vagy mi a baj. Most már indulunk haza. És anya? Igen. Hol fogunk ebédelni? Valahol, drágám, valahol. Nem tudom. Most már megnyugodtak a kelmek? Vagy mi? Most már megnyugodtatok? Szóval most már nem mindegy, hol fogjuk. Hol ebédelünk? Tessék, ez a tiéd, most keresem a kulcsot. Hogy be tudjunk menni. Ah, megvan. Mindenki megkeresi. Azt a dolgát, ami az övé. Na, akkor ez a nagy pénz, a közös, de anya, mi az? Hát közös. Most egy akkora nagy probléma. Igen, anya, mert azt én találtam, én mondtam, hogy 2018. Én mondtam mindent, és erre közösnek nyilvánítod. Miért ez a sok pénz legyen a tied? Hát nem, csak... Olyan igazságtalan vagy. Én még megvettem neked a gépet. De a... Mégis ez az én pénzem volt, és mégis rátok költem. Anyának teljesen igaza van. Tesó.
Te csak ne is beszélj! Itt van, tessék a laptopod, vagy te... Na, mindegy, itt van a dolgaid. Bocsánat, de azt én vettem. Szóval ne dobd oda neki. Ezt érdemli? Igen, mert nem rá tartozik, amit én mondok. Neked. Jó, akkor neked is odavágom, hogy... Tessék, itt a izéd, vagy tessék, itt a bögréd. Én is tudok ilyet, anya. Tessék, itt a laptopod. Tessék, ez az enyém. És ezt is én találtam, de tessék, akkor berakjuk ide. Mert hogy nem... Mert akartam volna nektek adni, és magamnak is hagyni, csak úgy szólok. De nem, neked az egészet el kell adnod, hogy majd egyszer csak tesó kiveszi az összes pénzt. Miért ítélkezel? Tudom, hogy ezt fogod csinálni. A sminkeimhez is már megnézted őket, vagy ötször. Nagyon gyanús vagy. Sőt, egyszer ki is rúzsoztad magad. És anya, neked hitt el, hogy én rúzsoztalak ki. És ez mind a te hibád volt, és még le is tagadtad. Ez igaz? Dehogy is, csak ő hazudik. Ő nem... Ő csúnya, ő nem jó testvér. Jó, kap szobafogságot egy hétre. Jó, úgy se akartam sehova se menni. Alapból elment az áram. Nem tudtam volna amúgy több mindent csinálni. Majd éhen halok. Ja, és megszerelték az áramot kincsem. Juppi! Juppi, juppi! Szerintem használt az új tabletedet. Oké. Ezt ki lehet dobni, ez piszkos koszos, és rakunk helyére új szép ruhákat, és ezt vissza lehet rakni, így, kop, 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 aj, ki az, anyukád vagyok, mi az anya, figyelj, mi az? Visszajött az áram. Köszönöm magamat, és ugyanúgy felfedeztem volna. Jaj, elegem van.
Szerencsé, hogy holnap suli. Nem kell vele foglalkoznom. Alapban nekem is lehetne olyan tévém, amivel lehet toca-boca vigyározni. Így. Bökre. Ja, és ez tesó szülinapjáról van. Megfogom. És kivágom a kukába. Kellett ide jönni. Minek? Minek jött ide? Inkább ezt dobom ki. Ez meg lesz kis szatyrom. Így. Pont lila piros. Ez legalább jó, de amúgy mérges vagyok. Kérjük inni szörpit, vagy valamit. Hát, ha jobb lesz a kedvem. Hey! Menj ki a szobámból! Már biztos se lehet inni ebben a lakásban. Kincsen? Hagyjál, anya, csak iszok. Nem kell szöpöfogság, mert most kijöttél inni, hogy nehogy életbe maradj. Nyugi már, csak visszamegyek. Ó! Ezt honnan öntötted, tesó? Nézd, akarok olyat inni. Egy, nem mondom meg. Kettő, nem rád tartozik. Három, ez ilyet nem ihatsz. De te is, miért kell ilyen gorombának lenned? Mert te is az vagy velem. Most pedig nem foglak hallani, szóval szia. Mert beszélek a barátaimmal. Te is jó, rossz. Miért van nekem ilyen tesóm? Már semmit se lehet inni ebben a házban. Anyucsi, kaphatok-e perlivet? Igen, kincsen kaphat. Én is kaphatok olyat, amit te súly volt. Olyat te nem ihatsz. Tudtam, hogy ilyet fogsz válaszolni. Remek. Mind a kettő gyerek be van dúszolva. Hát, megbékélnek. Este hat. Hános kacok leteszem. Le van belülve a gépbe, egy kettő merek fürdeni, hogy anyukám ne belém kössön. Hello. Hova mész? Én neked mindent meg kell tudnod, anyu. Csak fürdeni megyek. Visszamegyek. De mehet. Nem, megyek a ruhámért. Tesó, ne zajon ki már, nem tudom nézni a gyerekmesémet. Nézd csak nyugodtan a gyerekmesédet.
Ja, és ne gyere be, mert hosszú fürdeni fogok, csak miattad. Kincsem, gyere fürdeni. De tesó megy hosszú fürdeni. Elegén van tesóban, nagyon rossz tesó. Gyere, kincsem. Most ne tesóval foglalkozz. Addig majd megvárjuk is, mi pedig tévét nézünk. Oké. De anya, akkor ihatok olyat, amit tesó. De azt tudod, nem neked való az. Túl. Fúj, nagyon rossz. Ja. De majd kipróbálhatom. Igen, persze. Jó. Ja. Jaj, de jó. Jött a tév. De örülök neki. Nyugi, mi csak nézzük a tévét, amíg fürdesz. Remek. Már egy házban fürdeni szólt nyugodtan. De jönnek utánam. Nyugodj már le, légy szíves. Mert én sem tudom hallgatni, hogy folyton mi vagyunk mindenért a hibásak. Már így szeretni se lehet az embert, úgy látom. Figyelj, addig nem jössz ki onnan még egyszer. Bocsánatot nem kérsz tőlem és a tesódtól, mert a mai viselkedésed nagyon rossz volt. Inkább tesód büntes, ne engem. Mindenért. Tesó meghapott mindent. Jó, ezt már elmondtad egy párszor, nem vagyok rád kíváncsi, fürödjél bármennyit. Hosszút, rövidet, engem nem érdekel. Legalább ezt megnyugtat. Mert hogy én mosok rá, főzök rá. Majd ő maga fogja megcsinálni ezeket. De csúnyán nézel ki. Most mi bajod van? Amit is segítesz? Levenni pelenkámat? Persze. Tessék. Lubickolok. Na jó lesz. Kész. Kész
Sebastian vagyok. Júj, de csúnya, csupasz vagy. De most miért behentolsz? Ugyanezt csináltad te is. Azt mondtad rám, hogy csúnya vagyok. Álljatok már rá! Egymás csúfolásával és mindennel. Ja, megint az ő pártján állsz, ugye? Hogy mondta ilyen, hogy csúnya vagyok? Te is ugyanezt mondtad rá. Már reggel fürdök, mert itt már egy percre se lehet titeket magatokra hagyni. Mert szétkapjátok egymást. Inkább ő idegesít fel, és még ő sír utána, ha visszamondom rá ugyanazt. Akkor nem mond vissza. De ha ő is mondja... Jó, most már nyugodjatok le. Nekem ebből elegem van. Anya. Nem, nincs anya. Tesó. Hagyjál, nincs tesó, tessék. Ha ezt akartad kihozni az egészből. Egyből anyával összevesztél, vagy ideges lát. Persze, hogy egyből, én vagyok, hogy jaj, tesó. Nem jön be nekem ez a tuma. Szerencsé, hogy holnap suli. És nincsen jó étpuszi, semmi nincsen. Menjél azonnal a szobádba. Úgy, tessék itt a plüsseid és jó éjszakát. Jó ét. Jaj, elegem van már az örök veszekedésből. Reggel. Az ébresztő. Jaj, de jó, egy újabb nap. Haj, egy borzadály lesz ez is. Miért kellett esetleg ide jönnie? De legalább nagy lelkel indulunk. Még csak 6:30 van, csináljuk meg a kaját. Sanáta, krumpli. Oh. Nem vesznek kaját, akkor mindjárt veszek kaját. Egy kis kenyérke mellé. És csak magamnak csinálok ám kenyeret. A nyomvat tesómnak aztán nem fogok. Talán anyának egyet csinálok. Hát, ha megbékél. Aztán... Így. Itt is megsütöm meg a tojást is. Jó reggelt, anya! Jó reggelt, szívem! Bocsi, anya, a tegnapiért, csak már tesó felidegesített. Semmi baj, legalább egy ember megbékélt. Hát igen, tessék, jó reggelit! Köszönöm!
Eszek én is itt kint. Jó, csak nem hittem volna, hogy én gyorsan felkelt, mert én nem tudok. A tesónak nem csinálta? Nem, mert már idegesített. Galapba késésbe vagyok. Ja, tényleg, neked iskolába kell menned. Okés. Addig felkeltem tesót. Jó. Jó reggelt! Jó reggelt, anya! Na, mi lesz már? Keljünk ki abból az ágyból. Oké. Még mindig haragos vagy rám? Nem tudom. Álljatok! Lemma és majd meglátom. Oké. Jó leszek. Majd meglátjuk a nap végére. Nyugyi, mit vegyek fel? Valamit, engem nem érdekel. Készen vagyok. Aha, bepakoltál már a táskádba? Nem. Akkor pakolj. Pécek. Tesó, na biztos csinálj. Készen vagyok. Jó, rakjál be magadnak valami kaját. Anya, ezek tesónak csinálták kaját. Ezt tesó csinálta nekem és magának. Ne cirkuszolj. Na persze. De is hiszem. Jó, akkor edd meg az én kajámat, tessék. Akkor nem reggelizek. Egyed. Ott van. Anyuci, kaphatok ilyen barackokat? Hogyne? És tudsz olyat berakni avokádósba? Avokádó szendvicset inkább. Persze, hogy ne ragnék be neked. Jó, és akkor egy doboz. Anyuci, sajnálom. Jól van. De akkor többet össze ne veszedek tesóval, mert tényleg baj lesz. Jó. Valami itókat kérsz mellé? Igen. Mit? A melevet raksz be? Uh-huh. Várj, ezt nem tudod berakni a táskába. Jó, de hülye vagyok. De akkor mibe tudja belerakni? Amilyen picik. Ebbe. Jó lesz ez. Kész? És tessék, ez a reggeli. Jaj! De ez miért ilyen? Várjatok. Ah, megvan. Így is. Jó, kapsz vizet most, vagy benne? Mondtál szerintem. Tessék. Azt hittem, ez nem kávé. De kávét csináltam. Ez finom volt. Jó, akkor elindulunk az isibe, meg a oviba. Csak én is felöltözök. Ez kell.
Indulhatunk. És ez már csak egy másik videó, hogy milyen lesz az óviba és a suliba, plusz a munkahelyen. Szóval, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Köszönöm! Sziasztok!